Köszöntelek, Várnai Péter vagyok, a kreatívfarmer.hu egyik alapítója. A paradicsom. Az az a növény, amit gyakorlatilag bármilyen formában képesek vagyunk megenni. Emiatt én a tavalyi évben már elég sok paradicsomot, paradicsompalántát és paradicsomot neveltem. Nyersen, reggelihez, vacsorához, főzve, sütve, mindenféleképpen fogyasztottuk. Így szereztem tapasztalatot a kacsolásról, a betegségekről, több mindenről. Tavaly évben szalmabálán termesztettem, még azon is működött. Ahhoz képest azt gondolom, hogy ez az edény, amit most tudtunk beszerezni, egészen más távlatokat nyithat előttünk, mégpedig amiatt, mert ez kimondottan arra lett kialakítva, hogy lehető legkevesebb hibával oldjuk meg a paradicsomnak a termesztését. Mégpedig amiatt, mert hogy ez egy víztartályos, önöntözős edény. A lényege az, mint ahogy itt talán látjátok is, hogy van-e egy luk ezen az edényen, itt lehet a vizet beönteni, eddig a magasságig gyakorlatilag az edényben víz van, ez egy olyan 5-6 litert jelent. Tehát hozzáteszem, hogy a paradicsom naponta durván 1 liter folyadékot képes felvenni, ez annyit jelent, hogy akár 5 napot is kibír, még akár nagy melegben is a paradicsomunk úgy, hogy ne kelljen újra öntöznünk. Az öntözőszint, a vízszint fölött gyakorlatilag, mutatom is, van egy olyan szint, amelyik gyakorlatilag a talajt tartja. Azt is talán látjátok, azt is talán lehet látni, hogy vannak ezek a lukak. Ezek a lukak arra szolgálnak, hogy amikor a földet helyezzük bele az edénybe, akkor először ezeket a lukakat kell megtömködnünk, és gyakorlatilag az beleér a vízbe, de nem folyik bele, és nem tömíti el gyakorlatilag, és nem sárosítja el. Viszont ezeken a kis pici kis tölcséreken keresztül, a föld kapillárisan keresztül a gyökereket ellátja vízzel. A felszínt lehet, hogy száraznak fogjuk majd látni, de a gyökereknél garantáltan vizes lesz, tehát a paradicsom jól fogja magát érezni. Innentől kezdve nincs más dolgunk, mint először belehelyezni a földet, betömködni a lyukakba, feltölteni majd a tetejéig, és innentől kezdve úgy, mintha rendes talajba raknátok a paradicsomot, a paradicsom palántát szépen a helyét megcsináljátok, belehelyezitek, és gyakorlatilag hagyjuk, hogy a természet dolgozzon, a nap süsse, a víz pedig gyakorlatilag ugye folyadékkal táplálja. Ami nagyon érdekes, hogy ebben nem csak a paradicsomot tudjuk beültetni, hanem akkor az edénynek a mérete, hogy hadd mutassam, sarkantyúkával és büdöskével körbe is tudjuk ültetni, ami védeni fogja a különféle rovaroktól, kártevőktől. Egy olyan tartozéka is van az edénynek, amit egy az egybe bele tudunk állítani, és hogyha beleállítottuk, akkor gyakorlatilag egy támasztékot kap, másfél méter magas támasztékot kap. A másfél méteres magasság annyit jelent, hogy determinált, tehát behatárolt növekedési paradicsomot tudunk beleültetni. Ez a másfél méter pedig tökéletesen elég arra, hogy ezt a fajta, ezt a típusú paradicsomot kiszolgálja. Összerakott állapotban így néz ki, azt gondolom, hogy kellőképpen strapabíró, kellőképpen stabil. Ha talaj kerül bele, akkor igazából ennek az üvegszála, szerintem üvegszálas anyagból készülhetett ez a rögzítőrendszer, mármint ezek a pálcikák, rugalmasan szélnek ellenállnak, igénybevételnek, azt gondolom, hogy kellőképpen ellenállnak. Természetesen lehet használni, vagy kell is majd hozzá használni csipeszeket is például, ugye, amivel majd a paradicsomot hozzáfogatjuk ez a rendszerhez. Ez lehet egy ilyen előre gyártott valami, de természetesen madzaggal, spárgával, bármivel meg lehet ezt oldani. Értelemszerű, hogy ennél a megoldásnál mindenképpen használni fogunk majd tápoldatot is, ami kimondottan paradicsomra van. Tehát ennyit igazából akkor a paradicsom ültető edényről. Tudnotok kell, hogy tesztelni fogjuk, magaságyás mellett is, látni fogjuk, hogy ugyanaz a fajta palánta, hogy viselkedik magaságyásba, hogy viselkedik ebben az ültető edényben, kíváncsian várjuk az eredményét, remélem, hogy ti is kíváncsiak lesztek, illetve nem késő még, sőt, mi is most fogjuk a palántát elültetni, tehát, ha paradicsomot akartok, akkor mindenképpen gondolkodjatok abban, hogy hogyan fogjátok termelni, és hogyha ilyen edényt szeretnétek, akkor egyébként lent a linkben megtaláljátok, akár a webshopunkon is tudtok vásárolni. Szerintem érdemes kipróbálni, mi is teszteljük, és hogyha ti is csináltok majd képeket, videókat, küldjétek be hozzánk, hogy nálatok hogy működik, számoljatok be, kíváncsian várjuk, teszteljük ezt a dolgot. Kövessetek bennünket,
azt mondják, hogy lájkoljatok is bennünket, ti tudjátok, én öreg fejjel már nem vagyok ezekkel a fogalmakkal úgy tisztában. Én csak azzal vagyok tisztában, hogy mindenképpen szeretnék tenni valamit magamért, családomért, értetek? Mégpedig ugye annyit, hogy megmutassam, hogy hogyan is kell, hogyan is lehet kertészkedni. Szervusztok!